itt Európában, magyar földön élő keresztényeknek az utunk, az az Isten felé kell, hogy vezessen. A keresztény gyökerek iránti elkötelezettségről szólt Palánki Ferenc megyés püspök pénteki prédikációja Pócs Petri római katolikus templomában. A község 1948. júniusában vált a vörös terror szimbólumává. Amikor a helyiek tiltakoztak az egyházi iskolájuk államosítása ellen, a dulakodás közben elsült egy fegyver, a lövés kioltotta egy rendőr életét, a településről pedig 18 embernek kellett elszenvedni a koncepciós perek borzalmait. Pócs Petri plébánosát, Asztalos Jánost először halálra ítélték, majd mérsékelték a büntetését 15 év börtönre. Királyfalvi Miklóst, akit gyilkosnak neveztek és meghurcoltak, kivégezték. Róluk emlékeztek meg a Szent Misén. Kötelességünknek tartjuk február 25-én és június 3-án az évforduló alkalmával emlékezni arra sajnálatos eseményre, amikor a korabeli hatalom által elfordított történelemből országra szóló koncepciós persorozatot hoztak létre. Ezzel céljuk volt példát statuálni és évtizedekre megbélyegezni községünket, ami tökéletesen sikerült is. Fejet hajtani a kommunizmus áldozataiért és emlékeztetni az embereket a kommunisták rémtetteire, becsületbeli ügy és lelkiismereti kérdés, mondta el Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Ez a hely mementó, eleven fájdalom. A megkínzottak, a megalázottak és a hozzátartozóik fájdalma. Az áldozatok nem kaphatnak hangot, ezért most mi vagyunk itt, mi, hogy szóljunk értük. Szólnunk kell, mert mások a feledésre akarják ítélni azokat az emlékeket, amelyek őhozzá kötődnek. Akik végeláthatatlan vonatszerelvényeken százezrével tűntek el keleten. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is lerótta tiszteletét Asztalos János Pócs Petri egykori plébánosának emléktáblájánál. A tárca vezető beszédében hangsúlyozta, Pócs Petri 1948-ban az egész országnak példát mutatott. Világossá tették, hogy a kereszténység az egyetlen igazán nagy ellenfele a kiépülő diktatúrának és terrornak. Minden eszközt bevetettek. Kegyetlen ávósok szedték össze a tüntetés kulcsszereplőit, és válogatott kínzásokkal hamis vallomásokat kényszerítettek ki belőlük. Hatalmas kirakatpert rendeztek halálos ítélettel, kivégzéssel, életfogytiglani börtönbüntetésekkel. A Szabad Népben egy bizonyos Vásárhelyi Miklós írt cikket Pócs Petri ügyben, amely mai napig elriasztó példája az egyházellenes uszításnak. Sokat írt az elmaradott és a papok által rettegésben tartott vidékről, és a kommunisták fogalmait használva szakmai alapon követelte az egyházi iskolák bezárását. Munkásságának nagy szerepe volt abban, hogy Pócs Petri 40 évre a gyilkos klerikális reakció szinonimája lett. Pócs Petri lelkét mindezek ellenére nem tudták megtörni, Pócs Petri hitét mégsem lehetett elvenni. A per után egy évvel már hárman jelentkeztek papi szemináriumba, és a következő évtizedekben is több papot és püspököt nevelt az egyházközség. Az emlékmisén résztvevők jelenlétében új vallási szimbólumokat is felavattak. A római katolikus templom szomszédságában a golgotai kereszteket Palánki Ferenc megyés püspök szentelte fel.